Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, a 7. osztályos tanulmányainkat szeretnénk folytatni a reformkor megismertetésével. Az elmúlt órán sort kerítettünk arra, hogy megmutattuk a reformkor kezdeteit, bepillantást nyertünk abba, ugye, hogy Széchenyinek a munkássága tulajdonképpen mi volt, és megnéztünk néhány fontos kérdést, ami a reformkor egészét és annak a szereplőinek a gondolkodását befolyásolta. Említettük a jobbágy kérdést, beszéltünk említésszerűen a közteherviselésről, az ősiség törvényének eltörlésének a szükségességéről, és más olyan kérdésekről, amik nem csak nyilván Széchenyi, hanem az ő politikus társai, illetve nemes társai, illetve más résztvevők fejében gyakorta megfordultak, és azokat harcos vitákon ki is fejezték. Említettük, hogy a politizálás két fő helyszínen folyt, Pozsonyban volt az országgyűlés, volt egy alsó tábla, ahol főleg a középnemesség vett részt, és volt a felső tábla, ahol a főnemesek és a főpapok foglaltak helyet. Néhány részeredményre is sort kerítettünk az elmúlt órán, ezeket elsorolnám. A jobbágy felszabadítás két fontos elképzelése közül az egyiket, az önkéntes örökváltságot végül is elfogadták, aminek ugye az volt a hátránya, hogy a jobbágyok ugyan szabaddá lehettek, de csak akkor, hogyha maguk összekuporgattak annyi pénzt a keresetükből, ami elég nehézkes volt, hogy magukat felszabadítsák. A másik elképzelés, a kötelező örökváltság viszont nem talált elfogadásra, és ezt a mostani órán szeretnénk majd kifejteni, hogy hogyan és kik képviselik. Olyan részeredményekre kerítettünk még sort, hogy a magyar nyelv végül is a 40-es években már hivatalos nyelv lett. Ugye ezen a nyelven folyt a törvénykezés, az okiratok, és ez egy jelentős előrelépés volt a reformkorban. Beszéltünk a megtorlásról is, hogy az udvar, a császári udvar, a Habsburg uralkodó nem nézi jó szemmel a magyar reform nemességnek a törekvéseit, és példát akart statuálni. Ez azt jelenti, hogy néhány tekintélyes embert, Veselényit, ugye, és Kossuthot, és mellettük még a kevésbé ismert Lovasi Lászlót is hosszú börtönbüntetésre ítél, amit aztán ugye a tiltakozások dacára, és nem kevésbé Deák Ferenc, akinek a képét láthatjátok, a 20 000-esen mai napon is gyakran találkozunk vele, hazabölcse, az egyik legjobb jogásznak az ügyködése kapcsán sikerült ebből a börtönbüntetésből megszabadulniuk. És akkor most elérkeztünk jelenlegi óránkhoz, hogy hogyan folytatódik a politikai élet, milyen küzdelmek és kiknek a részvételével. Egy nagyon fontos személyiséghez érkeztünk, aki ugye az egész reformkornak és a 19. századnak, ha bárkit megkérdezünk az utcán, hogy ki jut eszébe, valószínűleg Kossuth Lajos nevét fogja említeni. Kossuth Lajos egy nagyon összetett és nagyon fontos személyisége Magyarországnak. Azt mondhatnánk, bármelyik faluba, városba elmegyünk, biztos, hogy találunk Kossuth Lajos teret, Kossuth utcát, mint ahogy Rákóczi utcát is találunk, és talán a harmadik a Petőfi név, amely minden településen, utca névben, teren is megőrzésre került. Ki is ez a Kossuth? Kossuth Lajos. Kisnemesi családból származott, tehát nem túl vagyonos családból, és az országgyűlésbe is csak úgy került, hogy valakiket helyettesített. Volt egy ilyen lehetőség, hogy helyettesként az országgyűlésre elkerült. Nagyon korán és jó fejjel jó tanulmányokat végzett, Deákhoz hasonlóan ő is jogi tanulmányokat végzett, ügyvéd lett, és rendkívül jól szónokolt. Ma is az ügyvédeknek egy kiváló eszköze a jó szónoklás tudománya. Ő viszont politikai célokra használta ezt a szónoklatot, ezt a szónoki képességet, valamint újságíróként is rendkívül népszerű lett. Harcias cikkeket írt, az első újságírói tevékenysége pontosan az országgyűlési beszámolókról szól, úgy hívják, hogy országgyűlési tudósítások. Ezeket magánlevél formájában leírták lelkes támogatói, több példányban is szétküldték az országba, így tulajdonképpen egy nagyon mai szemmel egy modern médiaeszköz, a sokszorosítás, hiszen még nem volt föltalálva a fénymásolás vagy az internet, sokszorosítás útján rendkívül sok helyre el tudták vinni az országgyűlésnek a híreit. És ugye ne felejtsük el, hogy reform országgyűlések voltak, tehát egyértelműen kiderült a közvélemény számára, hogy kik azok, akik támogatják a változásokat,
és kik az úgynevezett haladók, így hívták munkat, és kik azok az úgynevezett maradiak, akik nem szeretnének semmiféle érdemleges változást, jó ő nekik, ahogy van, és tulajdonképpen, hogyha jobbágyok benn maradnak az évszázados nyomorúságban, hogyha nem fejlődnek az utak, ha nincs ipar Magyarországon, ha nem adózik a nemesség, ugye épp a legvagyonosabb réteg a társadalomnak, ez nekik nem számított, őket hívták a maradiaknak. Természetesen ennél azért árnyaltabb lesz a kép, hiszen egy idő után a magukat maradiaknak, illetve nem magukat, hanem mások által maradiaknak nevezett emberek, nemesek is kisebb engedményekre hajlandóak voltak. Tehát Kossuth Lajos személyiségére visszatérve, miután kijön a börtönből, nagyon érdekes az is, és nagyon tanulságos nektek fiataloknak és mindenkinek, hogy hogyan vészelte át ezeket az éveket. Ugyanis nem adta át magát az önsajnálatnak, a depressziónak, ne felejtsük, hogy sokkal hosszabb börtönbüntetésnek nézett elébe, mint ami végül is lett belőle, hanem tanult a börtönben. Tökéletesítette francia, német és latin tudását, és egy új nyelvet is, az angolt is megtanult ezekben az években, és ugye ebben vannak vicces anekdóták, egyet szeretnék elmondani, hogy természetesen ugye CD-k és listening gyakorlatok hiány, könyvből tanult angolul, így amikor egy lehet, hogy nem igaz anekdóta szerint az angol parlamentben felszólalt a szabadságharc bukása után, akkor és szép veretes szónoklatot tartott, megjegyezték az angol képviselők, hogy milyen érdekes ez a magyar nyelv, mennyire hasonlít az angolhoz. Tehát valószínűleg a kiejtésével lehettek problémák, de hát ugye az vesse az első követ rá, aki ebben a helyzetben jobban tudott volna helytállni. Nagyon becsülöm és rendkívül példamutató számomra ez az összeszedettség. Közgazdaságtannal is foglalkozott a börtönben, így hát tulajdonképpen frissebben, energikusabban, felkészültebben lépett ki a börtönből, mint amit az előtte években látható volt, bár akkor sem tétlenkedett. A magyar újságírásnak is fontos alakja ő, nem csak a történettudománynak. Olyan tehetséges újságíró volt, ezt a Pesti Hírlap nevű lapban derült ki elsősorban, amit a rendelkezésére bocsájtottak, ugye akkor nem volt sajtószabadság, a cenzúra ellenőrzött minden sajtóterméket. Be kellett mutatni az elkészült cikkeket, lapokat a cenzornak, a cenzor pedig vagy jóvá hagyta, vagy megtiltotta. Nagyon sok újságcikkét ugye visszaküldték Kossuthnak, de ő annyira jó újságíró volt, hogy ugyanazt a témát más módon megközelítve, rendkívül gazdag, színes stílusban újra meg tudta írni, így a cenzor nem tudott már benne kivetni valót találni, és tulajdonképpen a reform gondolatoknak a legszélesebb szócsöve a Pesti Hírlap lett. Nagyon olvasott és anyagilag is sikeres újság volt, kiemeljük, az akkori Magyarországnak a legnagyobb példányszámban eladott újságja. Egy új műfajt is, Magyarországon új műfajt is bevezetett Kossuth, ez pedig a vezércikk. A vezércikk a lapnak a címoldalán helyezkedett el, egy teljes lapoldalnyi összefüggő írás, ahol megragadva a reform eszmék közül néhányat, Kossuth kifejtette ezeket a gondolatokat, mégpedig, ahogy mondtam úgy, hogy a magyarok számára ez valódi, érdekes és fogyasztható formában történt. Nagyon fontos e kettő utóbbi is, hiszen a reform gondolatok, ugye, ha megmaradnak a két említett politikai helyen, az alsóházban és a felsőházban, és nem jutnak el a magyar társadalom több más területére, akkor nem alakult volna ki a 48-49-es jelentős és dicsőséges változás, a szabadságharc és a forradalom. Kossuth egyre népszerűbb lett, ugye jóval ifjabb volt a már idősödő és betegeskedő Széchenyinél, kettejük között volt egy erőteljes vita, nem is egy vita. A kortársak ebben a képben, amit láthattok, azt a karikatúrán fogalmazzák meg, hogy Széchenyi inkább Bécs felé húzná Magyarországot jelképező kicsit lomha, kicsit nehezen változó összvért, Kossuth pedig ugye a forradalom felé, ha az nem is látszik a képen. Ez természetesen mind a kettőben voltak túlzások, ahogy a karikatúrákban szoktak lenni. Az tény, hogy Széchenyi túlzottnak látta Kossuthnak a lendületét, veszélyesnek látta a stílusát,
és úgy gondolta, hogy a forradalom felé fog az ország sodródni, és ebből pedig elkerülhetetlen nemzethalál és csapások következnek. Széchenyi Kossuth nagyon tisztelte, becsületére vonva, nagy vitapartnerét a legnagyobb magyar jelzővel illette, és mindenhol tiszteletet adott neki, de ha kellett, parázs vitákba szállt vele. Széchenyi tehát, ha elmondhatjuk, a reform nemzedék, reformkor első idősebb nemzedékének volt a képviselője, óvatos változásokat szeretett volna, együttműködést a Habsburg udvarral, nem gondolta őket törölmetszett gazembereknek, sokszor inkább megtévesztett, vagy kevésbé világosan gondolkodó embereket látott bennük, amiben volt is igazság. Kossuth sem volt törölmetszett forradalmár, ő egy nagyobb szabadságot, egy nagyobb autonómiát szeretett volna Magyarországon belül megvalósítani. Ehhez két fontos eszköze is lett volna, mint ahogy volt is. Egyik az ipar. Egy híres mondása szerint ipar nélkül a nemzet félkarú óriás. Az ipar fejlesztése sok más reform személyiségnek is célja volt. Széchenyinél is említettük a gőzhajózást, a selyemhernyő tenyésztést, a textilgyár építést, a Tisza és Duna szabályozás készítését, a Lánchíd is az ő nevéhez kötődik, bárcsak 1848-ban fogják majd átadni. De Kossuth úgy gondolta, hogy mindez kevés, ennél energikusabb tettekre van szükség. Két ilyen javaslata volt. Az egyik, hogy védővámokkal vegyék körül a magyar ipart. Ugye a védővám azt jelenti, hogy ami kívülről jön, osztrák vagy cseh fejlettebb ipari piacokról, azok sokkal magasabb áron kerüljenek be Magyarországra, így az emberek valószínűleg nem azt fogják megvenni. Csak volt egy jelentős probléma, hogy nem voltak túl jó minőségűek a magyar termékek, és nem volt belőlük elég sok. Ezt úgy gondolták, egy társadalmi mozgalom által gondolták megváltoztatni, amit úgy hívnak, hogy védegylet. A védegylet egy önkéntes társulat volt, ahol igaz magyar emberek, a korabeli szóhasználattal említem, belépve csak magyar árut hajlandóak venni, még akkor is, ha ennek minősége silányabb és az ára magasabb. Ez tehát inkább egy jelképes esemény volt, hiszen maga az árut vásárló közönség nem volt több százezres vagy több milliós nagyságú, de minden esetre egy közösség formálódott, azok az emberek kerültek ide, akik a magyar nemzet felé nem csak szavakkal, hanem tettekkel is ki akarták fejezni a jó szándékukat és a fejlesztő akaratukat. Egy másik fontos gondolat a Kossuthnak az érdekegyesítés és a közteherviselés, ez már is kettő. Az érdekegyesítés nem kisebb ötlet volt, hogy igenis a jobbágyokkal ki kell egyezni. Kossuth maga is fiatal emberként megtapasztalta a jobbágyságnak az elkeseredettségét, amikor a 30-as években koleralázadás volt Magyarországon. Ő volt az egyik olyan ember, aki megmentett például egy nemesi családot attól, hogy a parasztok betörjenek, a föllázadt jobbágyok, és fölkoncolják, megöljék őket. Le tudta őket csendesíteni. A koleralázadás is azért tört ki, mert annyira nem bíztak a jobbágyok a nemes urakban, hogy azt gondolták, hogy ez a súlyos, ragályos betegséget tulajdonképpen rájuk szabadították a nemeset. A másik fontos gondolat, tehát ez volt az érdekegyesítés, ki kell egyezni a jobbágyokkal, föl kell őket szabadítani, mégpedig hogy? Kevés az önkéntes örökváltság, kötelező örökváltsággal. Az államnak föl kell vállalni ezt a feladatot, hogy az összes jobbágyot felszabadítja, kifizet valami kárpótlást a földesuraknak, nemeseknek, csak ugye itt van a jelentős kérdés, hogy milyen összegből eladósodik az állam, vagy pedig annyira megerősödik, ezért kell az iparfejlesztés, hogy több adóbevételt tud beszedni, ezáltal ki tudja fizetni ezt a kárpótlást tönkremenetel nélkül. A másik gondolat pontosan ide kapcsolódik, a közteherviselés. A közteherviselés a nemesi adózást jelentette, és Kossuthnak és reformtársainak mondhatjuk az egyik nagyon fontos, alapvető követelése volt. A közterviselés említése azt jelenti, hogy egy olyan dologról mondanak le, és itt nagyon aláhúznám és fölhívnám a figyelmet, ami nekik kedvező volt. Ugyanis ők maguk is nemes emberek voltak, a politizálók jelentős része, sőt mondhatjuk 100%-a,
És ő nekik nem kellett tehát adózniuk. De belátták azt, hogy ez egy igazságtalan állapot. Kossuth egyik mondása szerint Európa szerte csak a koldus adómentes, mi nálunk az úr. Hát hogy lehet ez igazságos? Tehát a közterviselés azt jelentette, és ez Kossuthnak is az egyik jelszava lett, hogy igenis adóznia kell a nemeseknek is. Szeretnénk ezután megnézni a politikai életnek más köztereit is. Ugye említettük, Kossuthnak mekkora volt a befolyása, és mekkora volt a vezérsége tulajdonképpen. Széchenyit a 40-es éveknek a második felében már jelentősen meghaladta az ő befolyása és népszerűsége. Voltak azonban rajta kívüli politizáló platformok, területek. Az első párt Magyarországon érdekes módon pont a konzervatív párt lett. A konzervatív ma is azt jelenti, hogy hagyományőrző, a lassú változásoknak a hívei, a nem elkapkodva, hanem éppen, hogy megfontoltan lépésről lépésre változtatók települtek ebbe a pártba, úgy hívták magukat, hogy fontolva haladók. Ők is természetesen szerettek volna változásokat, de már a jobbágyfelszabadítást nem szerették volna. A közterviseléstől óckodtak, tehát a nemesi adózástól, és azt gondolták, hogy jobb lenne az országnak a Habsburg birodalomba benne maradni, hiszen ez egy több évszázados együttélés volt már. Az ellenzékiek is pártot alapítottak, hogy látták, hogy politikai ellenfeleik párttá szerveződtek, ez volt a második párt, az ellenzéki párt. Ugye Kossuth, Deák, Veselényi gondolatait összegezték és foglalták össze, kiadtak egy ezt leíró nyilatkozatot, az ellenzéki nyilatkozatot, amiben ezeket a fontos kérdéseket, amiket már ugye többször is említettem, a jobbágyfelszabadítást, a közterviselést, az iparfejlesztést nyilvánosságra hozták, és kinyilvánították, hogy ennek a pártnak ez a célja. Batthyány Lajos volt ennek a pártnak az elnöke, az a híres ember, főnemes, aki az első magyar, független, felelős kormánynak a minisztériuma lesz. Hogy miért felelős, ez majd egy későbbi órán kiderül. Volt egy harmadik csoport is, aki már nem mondhatjuk, hogy az előző kettővel bármiféle rokonszenvet ápolt volna, ez Petőfi Sándor, Vasvári és Jókai és más fiataloknak a köre, ők fiatal Magyarországnak hívták magukat, és az nagyon ismert helyen láthatjátok is a képet, a Pilvax kávéházban tanácskoztak, itt töltötték az idejüket, hozzátehetjük, hogy a kávéház ugye ma is, és akkor is megbeszéléseknek a színhelye volt, de fölemlítik az akkori források, hogy nagyon szerettek biliárdozni, mindenféle kávé különlegességeket fogyasztottak, láthatók a biliárdasztalok, és a Pilvax kávéházban Petőfinek és Jókainak saját személyre szóló dákója volt, amivel csak ő játszhatott. Természetesen nem ezért említjük a Pilvaxot, és nem ezért említjük a fiatal Magyarországot, hanem a politikai eszméik miatt, amelyek később egy egész országot változtattak meg. Ugye ismert módon ezek a forrófejű fiatalok, 22, 23, 24 éves ifjakról volt szó, sok volt közöttük az egyetemi hallgató, orvosok, jogászok és más iskolát éppen, hogy végző fiatalok, nagyon radikálisak voltak. Mit jelent a radikális? Hogy ők mentek el volna a legtovább. Ők akartak szakítani aztán a teljes középkori Magyarországgal, abszolút föl akarták szabadítani jóvágyakat, de kárpótlás nélkül. Tehát az az ötlet, amit említettem Kossuthnál, hogy az állam adjon kártalanítást a nemes uraknak az elvesztett jobbágy munkaerőért, ez föl sem merült Petőfiékben, ők köztársaságot szerettek volna, a király személyét, magát is kidobták, ugye Petőfi egyik híres vers címe, akasszátok fel a királyokat. Egyik fontos olvasmányuk, Petőfi úgy fogalmaz a naplójában, hogy mindennapi olvasmányom, Bibliám szinte a francia forradalom története. Tehát ők, ha tetszik, szélsőségesek voltak, de inkább radikálisoknak nevezzük őket, forradalompártiak voltak, és látni is fogjuk majd a következőkben, hogy a március 15-i forradalom ugye az ő nevükhöz kötődik, és ebből a kis szikrából lesz aztán olyan láng, ami az egész Magyarországot fenekestül fölforgatja, de hát erre mi örömmel emlékszünk március 15-i ünnepségeinken.
Végezetül maradt egy álló csillag, Táncsics Mihály, aki nem tartozott semmilyen politikai párthoz, ő egymagában jelképe lesz majd a Habsburg elnyomásnak. Táncsics Mihály, itt láthatjátok a képen Petőfi mellett a két olajfestményen, mind a kettőt ilyen kicsit idealizálva látjuk. Táncsics Mihály író volt, újságíró, amellett iparos szakmát is elsajátított, de ami érdekes, hogy abszolút mélyről indult, ő jobbágy származású volt. Bebarangolta egész Nyugat-Európát, kacérkodott kicsit az akkoriban már szárnyait bontogató szocializmussal, és olyan radikális eszméket hozott haza, és írásain keresztül terjesztett, ami aztán kiváltotta a Habsburg udvarnak a mélységes ellenszenvét, így hát őt 1847-ben börtönbe vetik, amikor visszaír Magyarországra, és ebből a börtönből fogják majd a márciusi ifjak kiszabadítani, de már ez egy másik történet lesz, úgyhogy összegzésképpen most elérkeztünk, elmondhatom, a reformkor végéhez, ahhoz az időszakhoz, ami a század első harmadát uralta, meghatározta, és tulajdonképpen a termése majd az 1848-as forradalom lesz, és az a szabadságharc, ami Európában is olyan hírnévre tesz szert, hogy a magyarok megpróbálják egy egész igát, egy hosszú évszázados elnyomást letörni, és megpróbálnak szabaddá lenni. Köszönöm szépen a figyelmet, ezennel az óránkat befejeztük.